Sziasztok, Máté vagyok, és ahogy láthatjátok, itt vagyok a Balatonon, és itt van velem Kriszelda, az egyik fülöp-szigeteki barátom, és arra gondoltam, hogy bemutatnánk nektek egy ilyen nyárias, szuper egyszerű fonás, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velünk! Először Kriszeldának a bal oldalon fogom kezdeni a fonást, egy sima 3-as parketta fonással fogom befonni ezt az oldalt, ami majd becsatlakozik a másik oldalon induló fonásba. Úgyhogy itt leválasztok egy részt, amit 3 tincsre választok. És egy parketta fonással végigfonom. Kriszeldának szuper egyenes haja van, ami nagyon csúszik, ez egy kicsit nehezíti a feladatot, de ezzel megbirkózunk. Mikor elérkeztünk a fej hátsó részének a közepéig, akkor már nem adunk hozzá plusz tincseket, hanem sima 3-as fonással végigfonjuk, és egy szilikon hajgumival rögzítjük. Ezután jöhet a nagyobb oldal, ami most Kriszeldának a jobb oldal, de tényleg az elején el is felejtettem mondani, hogy nyugodtan, hogyha nektek máshol van a választék, akkor felcserélhetitek ezt a két oldalt. Itt egy fordított parketta fonást fogok készíteni, tehát a tincseket mindig egymás alatt teszem középre, és úgy választok hozzá oldalról extra tincseket. Ezt a fordított parketta fonást ferdén vezetem, és próbálom ugyanabba a pontba vinni a végét, ahol a másik oldal fonása is végződött. És miután itt már az összes hajat hozzáadtam ehhez a fonáshoz, kivehetem a szilikon hajgumit az előző parketta fonásból, és ezt is tincsenként hozzáadom, és egy fordított parketta fonásban fonom teljesen a haj végéig. Itt már Kriszeldának pattannak ki a szögegyenes hajvégei, ezért én már itt nem is fonom tovább, hanem itt egy szilikon hajgumival rögzíteni is fogom. Ezt a fonást most nem kell kilazítgatnunk, mert a strandolás alatt szerintem úgy is lazul annyit, amennyit szeretnétek. El is készült ez a nyárias strandos fonás. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor mindenképpen lájkoljátok a videót. És tudom, hogy már kicsit kicsúsztunk a nyárból, de azért remélem, hogy még lesz lehetőségetek nektek is elkészíteni. És találkozunk a jövő héten is egy újabb videóban. Sziasztok! Very pretty. You're welcome.